nagyon jó szőrcs nyúltam. Menjünk egy rövid oda-visszát vele, jó? 9 éves. 9 éves? 9 éves. Milyen a tacsiknak melyik változat ez, Vérone? Ő törpeméretű, hosszú szőrű. 9? Veterán szuka 9 évesen, igen. Jó érzés egy bírónak, és mikor egy ilyen 9 éves veterán szukát bír el? Nagyon jó azért, mert látja az ember azt, hogy ezek nem kihasznált kutyák, őket tényleg szeretetből tartják. Elhozza a gazdi, még 9 évesen működik a gazdival, már alig lát szegényként, de ugyanúgy megy a ringbe, nagyon kedvesen. Tehát tényleg ezt jó látni, nem csak a fiatal, meg az új nemzedéket, hanem igenis a régit is. Miután Magyarország tacskó állomány, a világhírű, ugye nem egyszerű egy bírónak a tacskókat bírálni, jól gondolom ez által? Így van, így van. Ez egy nagy megmérettetés bírónak is, meg kiállítónak is, én azt gondolom. Én azt gondolom, hogy most büszkén mondhatom azt, hogy most már évek óta bírálom a fajtát, és elfogadott, és megbecsült bírója lettem a tacskos társadalomnak. Köszönhetően ezt nagyon jó barátunknak, Márce Jánosnak, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon sok köszönettel tartozom gyakorlatilag neki, a fajta szerelmesévé váltam ezzel, és azt gondolom, hogy a bírálataim olyan szakmaiak lettek, amit elvárnak a tacskósok az emberektől. Ez mennyi idős kutya? 11 éves a Welsh Terrier. El van nevezve az Európa bajnokságra veterán osztályban. És szeretném, ha ott egy kis piccen ott lenne. Mit jelent nektek a kutyásoknak azt, hogy Magyarországon lesz Európa kutya kiállítás? Nagyon-nagyon sokat. Én 30 éve kutyázom Welsh Terriert, illetve Lechenderért tenyésztek. Gyakorlatilag ez a csúcs, amit egy magyar ember Magyarországon kutyázásba el tud érni. Szerinted veszélyeztetve van, hogy megrend tudjuk rendezni, vagy nincs? Hát igen, talán egy picit, de azért én bízom benne, hogy meg tudják az elnökség, illetve elnök úr meg tudja csinálni, hogy meglegyen. Az a helyzet, én mindig az egri csillagokból veszek egy példát. Egernek volt egy dobóistán kapitánya, remélem a kutyásoknak is van egy ilyen kapitánya, akinek az életével az igazi meója tagok meg tudják rendezni a meja. Jó, de az egri dobóvár kapitány nem volt egyedül, ti is ott vagytok mögötte? Ott vagyunk mögötte. Én úgy érzem, hogy 7-8 ezer meója kutyás lélekben, tedben azért csak ott vagyunk András mögött. Az előbb egy zalaegerszegi 30 éve tenyésztéssel foglalkozó kutyás, jelképesen, hogy van egy egri várkapitányunk, és a várkapitány mögött ott áll 7-8 ezer fős tagság, mert azt mondta, hogy ott fognak ön mögött állni. Így van. Én nagyon bízom benne, hogy ez szívből jött ez a dolog. Elmondtam múlt hétvégén Kalocsán, és ahol szintén egy népünnepélyé vált a kutya kiállítás, 1300 kutyával, több ezer ember látogatóval, hogy talán a magyar kinológia legveszélyesebb időszakát éljük, és talán a magyar kinológiának a legsúlyosabb bűntevései zajlanak, mert mint tudjuk sajnos ennek az alapkiinduló pontja ennek a 10 éves problémánknak azért a kutyások, az okozói, a kutyás sport, volt kutyás sportásaink, akik saját egyéni önös céljaikat előnybe helyezve próbálják ezt a 110 éves egyesületet tönkretenni. Elnök úr, nagyon-nagyon sok ember van itt kint, és minden ember a felelős kutyatartás tanulja itt ezeken a kiállításokon. Miért gond akkor ez egy államnak, vagy egy zalaegerszeg jegyzőjének? Hát sehol mások nem tudnak üzenni a felelős állattartással kapcsolatban. El kell, hogy mondjam még egyszer, hogy nem a helyi önkormányzatok, nem a helyi állategészségügyi vezetők problémája ez, hanem egy olyan megtévesztett
állami vezetés, FVM, MGSH vezetésnek a most már visszatérő, évek óta visszatérő, de ebben az évben nagyon felerősödött ellenpropagandája, amit egyszerűen érthetetlenül szemlélünk. Egyébként szép ellenpéldaként kell, hogy elmondjam, hogy a napokban fogjuk zárni a tavaszi budapesti nemzetközi kiállításunk nevezési dolgait. Két cacip kiállítás, 3000-nél több tiket regisztráltunk már eddig, és ami érdekes, és ez nekünk szól, ez Magyarországnak szól, a MEO-nek szól, 50%-os külföldi érdeklődés. Szó lesz természetesen az Európa kiállításnak is. Be akarják lakni a területet, meg akarják nézni, hova érkeznek, de 50% külföldi, ilyen nevezési arányjal nagyon kevés ország büszkékedhet. Délután hány óra? 3:30 van? Elkezdődött Zalaegerszegen a beszélő. Hogy érzi magát, kedves Orbán Sándor? Köszönöm szépen, nagyon jól, de kimerülten. Mennyi volt a nevezés először is, az arról érdeklődünk? A nevezésünk az 866 előre, és akkor plusz a tenyészemle még, ami helyszínen volt, úgyhogy közel 1000 kutya. Nem tudom, van-e már adat, hogy honnan jöttek a legtávolabbról ide Zalaegerszegre? Jöttek Lengyelországból, Olaszországból, Franciaországból, Németországból, Ausztriából, Szlovéniából, Csehországból, tehát nem is tudom már annyi sok, hogy ez bőven elég ezt is elsorolni. Mennyien lehettek tulajdonképpen ezen a mai rendezvényen? Hát a mai rendezvényünk az olyan 6-7 ezer ember, hatalmas nagy tömeg volt. A beléptetés az majdnem 70 perces volt. Akkor én úgy gondolom, hogy szinte egész Zalaegerszeg itt volt, nem? Aki állat szerető ezen a kiállításon ma, nem? Hát mondhatom azt, hogy igen, aki állat szerető az itt volt, de volt olyan is, aki nem csak azért jött, hogy állat szeretetből, hanem kíváncsiságból. Tulajdonképpen ugye ez most egy illegális kiállítás volt, nem? Hát ezen, a jegyző szerint és a minisztérium szerint. Hát ezen csak mosolyogni lehet, szóval ez megér egy mosolyt. Hát én az önkormányzatot nem hibáztatom. Én úgy érzem, felülről jön a nyomás, és az önkormányzat szerintem azt csinálja, amit felülről mondanak. Igaz, utolsó nap futárszolgálattal kaptam meg a papírt. Utolsó nap futárszolgálattal, hogy nem tudják támogatni és nem engedélyezik.
terelőkutya fajták kedvelői számára talán nem is annyira a köztudott dolog, hogy az ilyen kutyafajták is sportolhatnak, versenyezhetnek és élhetnek ezzel a lehetőséggel. Ugye sokszor látjuk azt, hogy a vadászkutyák vadászvizsgát tesznek, különböző őrzővédőkutyák őrzővédővizsgát tesznek, és különböző komoly szakmai munkákat végeznek. Ennek ellenére sokszor csodálkozva fogadják azt, hogy a terelőkutyákkal terelőkutyavizsgát lehet tenni, pedig ez ma már egy elismert sportág a kutyásportok között. Az utóbbi években egyre komolyabb szinten kifejlesztésre kerültek ezek a szabályok, ezek a szabályzatok, olyannyira, hogy 2008. január 1-től már az egész világra érvényes FCI szabályzatrendszer lép érvénybe a terelőkutyák vizsgáztatásáról és versenyszabályairól. Itt először az úgynevezett kontinentális hagyományos stílust szeretnénk bemutatni. Ezen a pályán olyan kutyafajtákat látunk majd dolgozni, amelyek hagyományos európai stílusban dolgoznak, terelnek. Ez azt jelenti, hogy a mi élőhelyünkön, a Kárpát-medencében különösképpen, illetve az európai síkságokon úgy kellett a kutyáknak dolgozniuk, hogy egy nagyon finom munkát kellett ellátniuk mindig, mert hagyományosan sok vetemény és kultúrnövényzet között kellett mozgatniuk az állatokat, ezért egy nagyon precíz munkát kell a kutyának végeznie. Szemben az angol-ausztrál-új-zélandi stílusú munkával, ahol végtelen pusztákon dolgoznak a kutyák, és ott nincs jelentősége annak, hogy esetleg egy birka egy méterrel erre vagy arra mozog. Ez az úgynevezett interbreed, vagy hagyományos versenystílus. Ebben mindenféle terülő kutyafajta részt vehet, a munkavizsgában is, kivéve a border collie-t és az ausztrál kelpit, tehát rajtuk kívül az összes terülő kutyafajta ebben a stílusban végezheti a vizsgát és a versenyzést. Látunk egy karámot elsősorban. Ezt a karámot, amely a verseny, illetve a gyakorlat kezdetét jelenti, illetve ugyanez a karám lesz majd a cél is a végén. Látunk, amint itt láthatunk, egy ilyen úgynevezett máltai keresztet, illetve hasonló akadályokat láthatunk a pályákon. Ezeket az akadályokat kell teljesíteni a kutyának úgy, hogy megfelelő módon irányítsa a nyirhókat, és a juhok hiánytalanul a kijelölt útvonalon haladjanak végig. Kezdődik tehát egy kihajtással a munka, és kijelölt 3-4, illetve 5 akadályon kell végigmenni, végighaladni, megkerülni egy kijelölt oszlopot, egy fát, áthaladni kapukon, egy hídon, különböző tereptárgyakon, majd a végén visszaérkeznek a nyájjal a karámba, és behajtanak. Tehát ez a feladat sor körülbelül. Ennek a versenyzésnek Magyarországon a legrégebbiek a hagyományai, hiszen leginkább a mi kutyáink stílusához illeszkedik. Már több mint 12 évvel ezelőtt Magyarországon voltak ilyen terelőversenyek, és azóta évről évre tökéletesítik a résztvevők és a bírók, az ehhez értők a szabályzatot, az egész rendszert, és így ma már egy nagyon kiforrott, érdekes versenyt láthat az, aki egy ilyen rendezvényre ellátogat.
A terelésre való tanítást egészen kicsi kölyökkorban kezdjük el, lehetőség szerint, hogyha lehetősége van a gazdinak ilyen hasonló pályára kijárni, tréningezni, akkor az egészen kicsi kutyát is el lehet már hozni, tehát amikor a gazdához került a kutya, 8-10 hetes korban már meg lehet jelenni vele ezeken a helyeken. Természetesen, hogy vigyázni kell rá, hiszen a birkák érzik, hogyha egy olyan kutya kerül a közelükbe, amelyiknek nincs még megfelelő határozott hatalma, ezért a kiskutyában is okozhatna sérülést az, hogyha megtámadja egy ilyen nagy állat. Úgyhogy mindenféleképpen a gazdának nagyon szoros felügyelet alatt kell tartania a kiskutyát, de nagyon fontos az, hogy megszokja, megismerje az állatokat, ismerje a szagukat, ismerje ezt az egész mozgást, a közeget, és így nagyon könnyű lesz később tanítani, fesztelenül fog viselkedni az állatok környezetében. A mai rendszer szerint a kutyáinknak lehetősége van úgynevezett terelési képességvizsgát tenni, amely közkeletű nevén az ösztönpróba. Ez bárki számára elérhető. Tulajdonképpen nem igényel semmiféle kiképzettséget egy kutyától. Itt pusztán, amit a neve jelent, a kutyának az ösztöneit vizsgáljuk, és arról tesz tanúbizonyságot a kutya, hogy az ősi ösztönök megvannak benne, működnek benne. Erről kap egy igazolást, amely a jelenlegi szabályok szerint is már a származási lapra felvezethető, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen minősítés egy terelő kutya fajtának mindenféleképpen értékmérője kell, hogy legyen, hiszen ha természetesnek vesszük azt, hogy egy vizsla nem fél a lövéstől és vadászvizsgát tesz, akkor természetesnek kell annak is lennie, hogy egy terelő kutya legalább hajlandóságot mutat arra, hogy tereljen, még akkor is, hogyha nem végzi ezt a munkát hivatásszerűen.